köszöntöm nézőinket, önök a Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk a következő percekre. Hamarosan elkezdődhet egy régóta várt gyalogos átkelőhely építése. Közel 50 gyermek és tanáraik vettek részt az idei négykezes zongora találkozón. Újabb könyvvel jelentkezett a Tolnai Veszeli Gábor. Hamarosan elkezdődhet egy régóta várt gyalogos átkelőhely építése Tolnán, és új vezető került a kulturális központ élére. Mások mellett ezek a témák is szerepeltek a város képviselőtestületének legutóbbi ülésén. Összesen 31 napirendi pontot tárgyaltak Tolna önkormányzati képviselői legutóbbi ülésük alkalmával. Ezek között kiemelt helyen szerepelt a tavaly elkészült teljesen új bölcsöde intézményvezetői állására kiírt pályázat. A 2022-ben átadott a 21. század követelményeinek minden tekintetben megfelelő intézményt már egyre időszerűbb lenne megnyitni. Ez viszont hónapok óta nehézségekbe ütközik, mivel nincs alkalmas jelentkező. Ezért a testület tagjai most arról döntöttek, az állam által garantáltnál sokkal kedvezőbb feltételekkel foglalkoztatnák a leendő bölcsődevezetőt. 3 eljárást folytattunk eddig le, és sajnos nem találtunk olyan intézményvezetőt, aki minden feltételnek megfelelt. Hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon szigorú feltételek vannak. Egyeztettünk a kormányhivatallal, hogy van-e esetleg lehetőség arra, hogy a végzettségek tekintetében kinevezzünk valakit, és aztán közben végezze valakit, nincs ilyenre lehetőség. Tehát csak olyan pályázhat, akinek megvan minden olyan végzettsége, ami a bölcsőde vezetéséhez szükséges. Tehát ebben nem tudtunk engedni, viszont arról döntöttünk, hogy esetleg eltérnénk a bérrel, tehát hogy nem a minimális besorolás szerinti bért adnánk, hanem ennél egy magasabbat, illetve hogyha valaki messzebbről jönne, akkor esetleg lakhatási támogatást biztosítanánk. Talán ez vonzóbbá teszi. Én nagyon-nagyon bízom abban, hiszen most már, még egyszer mondom, 3 ilyen pályáztatást folytattunk le, és egyébként a bölcsőde készen van. Tehát ott az épület, ott vannak az eszközök, a szülők nagyon-nagyon várják, hogy a picúrokat vihessék ebbe az intézménybe. Egy csodaszép létesítményről beszélünk, és nem tudjuk megnyitni, mert nincs vezető. És amíg nincs vezető, addig magát az intézményt sem tudjuk létrehozni. Tehát az alapítókiratot sem tudunk bejegyeztetni addig, amíg nincs vezető, és aztán működési engedélyt se, és nem tudjuk a többi dolgozót se felvenni. Úgyhogy nagyon-nagyon bízom abba, hogy most talán egy kicsit vonzóbbá tehetjük ezt az álláshelyet. Legvégső esetben, hogyha most sem fog jelentkezni senki, akkor pedig az óvodai intézményhez várhatóan hozzá fogjuk csatolni, és akkor meg tud nyílni. De én ezt egyébként nem tartom szakmailag feltétlenül jónak. Ez egy kényszerhelyzet lesz, ha lesz, de még egyszer mondom, nagyon-nagyon bízom abban, hogy most lesz alkalmas pályázó. Régóta tervben van egy zebra az Alkotmány utcában található üzlet előtt, most egy lépéssel közelebb került a kivitelezés. A munka megkezdése ugyanis téma volt a képviselők között a testületülés alkalmával. Nagyon fontos volna az, hogy minél biztonságosabban tudják a boltot megközelíteni a vásárlók, és korábban ugye az üzlet tulajdonosa, üzemeltetője is, Merkli Krisztina megkeresett bennünket. Nyilván mi ennek az élére álltunk, de egészen eddig tartott az, hogy megkapjuk az építési engedélyt, tehát hogy a gyalogátkelőhely létesítésére, hiszen egy gyalogátkelőhely nem csak abból áll, hogy fehér vonalakat festenek fel az úttestre, hanem nyilván az arra vezető gyalogos forgalomnak is biztosítani kell a járdát. Ne felejtsük el, hogy az egyik oldalon egy kerékpárút is van, vagy egy kerékpárnyom is van, és közvilágítást is tervezni, illetve majd kivitelezni kell. Úgyhogy ez az engedély, ez beszerzésre került. Úgyhogy most lefolytattuk a beszerzési eljárást, és várjuk a kivitelezők ajánlatait. De a vállalkozó arra tett ígéretet, hogy ő egyébként ezt a költséget meg fogja téríteni a városnak. Tehát én nagyon bízom abban, hogy egy ilyen együttműködési megállapodás aláírásra fog kerülni,
és abban is bízom, hogy minél előbb ez a gyalogátkelő hely valóban meg tud épülni, és biztonságosabban tudnak a gyalogosok, kerékpárosok átkelni a úttesten. Szintén a város üzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztési téma volt a Vásártérnél található, most még Murvás út. Egy nagyon, nagyon régóta vágyott kisebb dologról van szó, méghozzá a Vásártéri, vagy a Vásártérre, a Vásártéren a sporttelepre levezető út. Itt egy rövid szakasz az, ami nincs szilárd útburkolattal ellátva, de tekintettel arra, hogy mellette egy játszótér van, nagyon fontos volna az, hogy ne poroljanak ott az autók, amikor lemennek. Úgyhogy egyelőre most arról döntöttünk, hogy egy beszerzési eljárást folytatunk le a tekintetben, hogy megtervezzük ezt a, vagy összeállítsuk, hogy egy műszaki tartalom összeállítására egy tervezőt keresünk, és akkor utána én remélem, hogy egy viszonylag kevés anyagi ráfordítással ott le tudjuk aszfaltozni azt a területet is. A képviselők döntöttek arról is, ki legyen a Tolnai Kulturális Központ új vezetője. Folyik az átvilágítása ennek az intézménynek. A képviselőtestület még a tavalyi évben létrehozott egy munkaszervezetet, egy munkacsoportot, ami az intézmény, várhatóan az intézmény átszervezésére tesz majd javaslatot. Mindezek ellenére nyilván az intézménynek kell egy vezető, és két pályázó tartotta magát alkalmasnak arra, hogy ennek az intézménynek az élére álljon. Ugye a korábbi igazgató Vajda Tibor mandátuma lejárt, és egyébként nyugdíjba is vonult. Én nagyon boldog voltam, hogy egyáltalán volt jelentkező, és egyébként meg így válogatni is volt lehetőségünk. Nehéz dolog intézményvezetőt találni, bármilyen intézményre, én azt gondolom. Lásd itt Tolna esetében például a bölcsödét, de még egyszer mondom, két érvényes jelentkező vagy pályázat érkezett, és ebből Tóth Györgyit választottuk, aki egyébként korábban már dolgozott az intézménynél, és utoljára a Magyar Művelődési Intézetnek, vagy a Nemzeti Művelődési Intézetnek volt a munkatársa, tehát április 1-je óta ő a Tolnai Kulturális Központ vezetője. Tegnap itt volt nálam, egyeztettünk, én azt remélem, és neki is elmondtam, hogy azért talán most már lecseng a Covid utáni egy kicsit ilyen nehézség, ami mondjuk a közönséget, vagy a közönségre vonatkozóan volt, és én nagyon számítok arra, hogy egy pezsgő kulturális élet lesz itt a városban. Jó hír, hogy a felsőoktatásban tanuló diákoknak járó önkormányzati ösztöndíj egyre népszerűbb Tolnán. Most erről egyeztettek a képviselők. Eddig viszonylag kevesen pályáztak, de akkor is kiosztottuk a fél évenként 2 millió forintot, és most nagyon boldogok voltunk valamennyien egyébként, ez szóba is került testületi ülésen, hogy végre talán többen meghallották azt, hogy mi valóban anyagilag is segíteni szeretnénk a hallgatókon, úgyhogy nagyon sokan pályáztak, és mindenkinek sikerült támogatást biztosítani. Én azt gondolom, hogy most itt ebben az esetben akár egy ilyen 50-100 000 forint körüli összeg is azért nagy-nagy segítség lehet egy hallgatónak. Én magam is nagyon sok olyat ismerek, aki esetleg tanulmányai mellett dolgozik, és azért azt is tudja, vagy egyéb állami ösztöndíjat, vagy az egyetemtől ösztöndíjat kap, de azt is tudjuk, hogy ezek a költségek borzasztóan nagyok, tehát talán nem kell diákhitelt felvenniük, és talán nem kell a szülőnek annyi áldozatot vállalnia. És még egyszer mondom, mi nagyon boldogok vagyunk, hogy támogathatjuk ezeket a gyerekeket, akik minél többen vannak szerencsére. Tolnán a képviselőtestület várhatóan áprilisban ülésezik újra. Közel 50 gyermek és tanáraik vettek részt az idei négykezes zongora találkozón Tolnán. A kicsik a vármegye számos településéről érkeztek a városba, a zsűrinek pedig kifejezetten nehéz dolga volt.
18. alkalommal szerveztek megyei négykezes találkozót fiatal zongoristák számára a tolnai Fusz János Zeneiskolában. Két évvel ezelőtt sajnos nem tudtuk megrendezni a pandémia miatt. Mindenki számára és számomra is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy találkozzunk, hogy a felkészítő tanárok, a kollégák egy kicsit akár szakmailag is beszélgessenek egymással, a gyerekek megismerkedjenek egymással, hogy amiket hallanak, azokból tanuljanak, hogy hova szeretnének esetleg még eljutni, még mennyire szeretnének fejlődni, és természetesen maga az élmény. 9 zeneiskolából érkeznek vendégek, felkészítő tanárok, Dombóvár, Dunaföldvár, Tamási, Bonyhád, Szekszár, Tolna, Nagymányok, nem szeretnék kihagyni senkit, és azt hiszem Paks. Úgyhogy 48 gyerek érkezik, és körülbelül 27 műsorszám fog elhangozni. Van, akik testvérpár esetleg, és így játszanak négykezest, illetve sok lesz az olyan produkció, ahol a növendék és a felkészítő tanár fog előadni. 3 felkészítő tanárunk által szerepelnek növendékeink, Erősné Máté Évától, Dubai Tamásné Zsuzsanénitől és Selejlő Alexandrától fognak szerepelni saját növendékeink is. Helyi Virág Mátyás 3 éve kezdett el zenével foglalkozni, most 2 darabot hozott a négykezes találkozóra. A barátom is játszik, és akkor én is elkezdtem. Kedvesek a tanárok, meg szeretem a zongorát. Ez a találkozó kiváló alkalmat teremt ahhoz, hogy a térségben zenével foglalkozó fiatalok és tanáraik egymástól tanulva is fejlődjenek. Hoztam 10 növendéket, 6 párost. A közöttük van olyan, aki velem négykezesezik, és vannak gyerekpárosok is. Most már azért hetek óta készülünk, ugye szólóban zongorázni viszonylag egyszerűbb. Négykezesekkel azért össze kell hozni a párokat, együtt kell gyakorolni, talán egy kicsit nehezebb, viszont sok örömet és élményt ad a gyerekeknek. Azt gondolom, hogy az alapműveltséghez is már elengedhetetlen, és hát a későbbiek folyamán nem is zenészek lesznek, mert ugye nyilván zeneiskolába olyanok jönnek, akik kitűnnek a zenei képességeikkel. Nyilván sokan lesznek közülük zene szeretők, illetve zenei pályára járók, de ha csak alapfokon megtanulnak valamilyen hangszeren, az is óriási dolog a későbbiekben. Előképző 2-től várjuk a gyerekeket. Igazából nem volt kormeghatározás, a hányadik évfolyamban tanul, abba a korcsoportba kerül. A legkisebb növendék úgy azt hiszem, hogy első osztályos, és a legidősebbek pedig 9. korcsoportban vannak, tehát 16-17 éves növendékek. Maga az, hogy zenével foglalkozik, ez már eleve úgy gondolom, hogy maga az érzelmi intelligenciáját azt maximálisan fejleszti. A mi zenei iskolánkban maga az a családias légkör, amiben ide bekerül, egy olyan szociális közeg, amiben csak is jót tanulhat. Itt nem azt mondom, hogy a válogatottja van, de ott azok a gyerekek járnak ide nyilvánvaló, akik szeretnének is zenélni, illetve a családjukban zenélnek, apa, anya, nagypapa régről táncolt, zenélt, és köze van természetesen ehhez a kultúrához.
Tolnán tehát virágzik a zene, és azon belül is a zongoraoktatás. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy a városban megtartott találkozón közel 500 gyermek vett részt. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tehergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Veszeli Gábort senkinek nem kell bemutatni Tolnán. A helyi író, újságíró most újabb kötettel jelentkezett. Látlelet című munkáját a Magházba mutatták be. Április elején került bemutatásra Veszeli Gábor újságíró és író Látlelet című kötete a Tolnai Magház turisztikai látogatóközpontjában. A rendezvényen részleteket olvastak fel az író könyvéből, valamint zenés produkcióval színesítették az átadót a De Valami Duo zenekar előadásával. Gáborral már évtizedek óta ismerik egymást, hát más vonalon is én személyesen így ismertem, mint újságíró, meg helytörténettel foglalkozott, ő is volt olyan kiadványa, ami helytörténettel kapcsolatos volt, és akkor hát amikor ugye találkoztunk a verseivel, akkor jó néhány megtetszett belőle, és hát megzenésítettük itt ketten a Lacival, a nevünk is, de valami ebből a Deák Varga duóból lett így összerakva. És tulajdonképpen hol a Lacihoz egy ötletet, hol én egy ötletet, valamikor a vers indítja el, hogy keresünk egy zenét, valamikor a zene van meg, és akkor ahhoz keresünk egy verset. Csak oly boldog legyek, mint a borócskázó gyerek, akit nem találtak meg, akit nem találtak meg. Tulajdonképpen itt most a néhány rövid verse fog elhangozni. Ezek ilyen rövid, egy-két perces versek tulajdonképpen, illetve zenék is. Tehát a versek olyan rövidek, hogy a zenével is együtt is csak ilyen egy-két percesek. És tehát mi korábban is készítettünk már egy kiadványt, egy CD-t, amin az ő versei voltak, abból a régiekből válogattunk, de van két új is, amit még a Gábor se hallott. Direkt erre az alkalomra állítottuk össze így a műsort. Tehát itt mi itt kiegészítésképpen vagyunk, ez itt a Gáborról és a könyveiről szól. Varga Mihály elmondása szerint mindenkinek ajánlja a könyvet, akit érdekel a hétköznapi történelem. Ahogy a Gábort ismerem, egy fanyar humorú újságíró, egy elég jól tudja megfogalmazni most úgy mondom, hogy a kis emberek életérzését, de azt gondolom, hogy nagyon jó korképeket ad a könyveiben azokról az időszakokról, amiről írt. Tehát aki a hétköznapi történelmet szereti egyébként, azoknak is ajánlom, akik szeretnek ilyeneket olvasni, hogy zajlik a vidéken az élet akkor, amikor ugye a nagyvilágban nagy események történnek, hogy csapódik le, hogy érzékeli ezt az átlagpolgár, mondjuk így.
Veszeli Gábor az írói pályafutásáról és a frissen készült, vagy éppen készülőben lévő kiadványairól beszélt. A Látlelet című könyvnek a bemutatója lesz Dombi Tinódi László segítségével, aki részleteket olvas majd föl a könyvből, és a De Valami Duó fog zenélni közben, ők néhány versemet megzenésítették. A pályafutásomat mondjuk úgy, hogy költőként kezdtem, mint a legtöbb tolforgató. Ebből az időszakból származnak a versek, és a duó már egy CD-t is kiadott ezekből a versekből. A könyvkiadást a 90-es évek közepén kezdtem, az Egyszínű Füzetek sorozattal, ez máig megy. A nyomdatakarékossági vagy pénztakarékossági okok miatt egyszínű a borító, a belseje pedig fekete-fehér. Ez a Látlelet című kötet, ez körülbelül 100 interjút tartalmaz, ez 2013 és 2017 közötti időszakból. Körülbelül 5000 cikket adtam én közre már a pályafutásom során. Nem mindig voltam újságíró, 10 évig mérnökként dolgoztam, úgyhogy ez egy szűk 25-30 évnek a keresztmetszete. Még mielőtt messze menő következtetéseket vonnánk le ezekből az adatokból, gyorsan tegyük hozzá, hogy egy gyerek él a szülőkkel, a legkisebb lány, de valójában ennél nagyobb a létszám. Lukács Ernőnek és feleségének 20 gyereke, 37 unokája és 2 dédunokája van. Menyekkel, vőkkel, élettársakkal együtt a szűk családi kör 76 tagú. Tágas a lakás. Szükség esetén 100 főre is tudnak telíteni. Sokáig fácán kerten éltek, aztán 1990-ben megvettek egy felújításra szoruló kúriát Tolna-szigeten. Rendbe hozták, és több lábon álló gazdaságot alakítottak ki. Növénytermesztés, állattenyésztés szinte nagyüzemi méretekben. Ez a 23. könyvem már. Vannak a kötetek között verses kötetek, naplók és válogatott cikkek, versek is, összegzések. Ezek a válogatott cikkek azért kerültek, vagy azért készültek most, mert novemberben nyugdíjba mentem, és ez nem fért be egy kötetbe, tehát ketté választottam, ez 2017-ig készült, a következő kötet pedig már lassan nyomdakész lesz, ami 2018-tól fogja közölni a cikkeket. Az alkotások kulisszatitkaiba is betekintést adott az író. Ezeket tulajdonképpen már nem kellett megírni, ez volt a második legkönnyebb könyvem. Az első legkönnyebb az volt, ami a 3x3-os megfigyelésemről szólt, mert annak 80%-át a titkos szolgálat írta meg, és én csak bemásoltam ezeket a jegyzőkönyveket, és apró kis poénos szövegrészekkel láttam el őket, ez a 80-as években készült. Ez pedig megírt cikkek válogatása gyakorlatilag, főleg interjúk. Van, aki már olvasta, és azt mondta, hogy csodálkozom, hogy ilyen sok érdekes ember van Tolnán. Én általában nem azokkal foglalkozom, akik a Rivalda fényben vannak, hanem elmegyek falvakba és kismesterekhez, művészekhez, alkotókhoz, bivajtartóhoz, alpakkatartóhoz, mindenféle érdekes emberrel találkozom, megírom és közreadom. A Látlelet cím eredetéről is beszámolt Veszeli Gábor. A Látlelet ez alapvetően egy olyan, mondjuk így rendőrségi fogalom, amit mondjuk egy megvert emberről készült jelentésnek a lényege. Ez most nem egy megvert ember, hanem egy kornak a látlelete, de nem úgy, hogy visszatekintés alapján, hanem az emberek, akik abba a korba élnek, arról a korról beszélnek az én segítségemmel, az én közvetítésemmel. Az újságíró az gyakorlatilag olyan, mint egy mikrofon vagy egy hangszóró, tehát nem ő beszél, hanem beszéltet. A jó újságíró jól tud kérdezni. Ez a lényeg. A jó író viszont jól tud írni is. A szerző elárulta, nem ő az egyetlen író a családban. A kulisszatitok otthon készült az íróasztalom mellett. Azt talán érdekesség lehet, hogy a családban nem én vagyok az egyetlen író, a feleségem is író, szakrális verseket ír, egyházi körökben elég népszerű, több egyházi lapnak írogat, és 6 kötete jelent meg eddig.
A szerző elmondása szerint az Egyszínű füzetek sorozat 25. darabja, amelyben glosszák szerepelnek, már a nyomdában van. A napsütésnek, a hűs víznek, a könnyű szélnek, egyszerű lettél, mint a kő. Gömböit görget az idő. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!